dobálja a karod, húzkálja a lábad, mint a hagyma. Marra csípi a szemed, könnyed elered, patakokban pereg. Nem csak a diákok, de felkészítő tanáraik is izgalommal várták, hogy az elsős gyerekek szavalataival elkezdődjön az Íj és Gyula általános iskola házi, vers és prózamondó versenye. A teremben feszült csend és izgatott fészkelődés váltotta egymást, mindenki kíváncsian figyelte a többiek produkcióját. Hagyományainkhoz híven minden évben megrendezzük az Íjés napokat, aminek keretében szavaló verseny, szép kiejtési verseny, rajzpályázatok vannak. Ez november 13-a hetében lesz majd, és ennek előzményeként rendezzük meg ma a házi fordulót az alsó tagozatos diákoknak, holnap pedig a felső tagozatosoknak lesz. Ma a kicsiknek lesz szavaló verseny, illetve szép kiejtési verseny. A gyerekek felkészítése nagy feladat egy tanító számára, hiszen ebben a korosztályban még nem feltétlenül a művészi versmondás az elsődleges cél, hanem hogy a gyermek magabiztosságot és bátorságot szerezzen a szerepléshez. Azt gondolom, hogy önmagában nagy kihívás egy ilyen korú kisgyereknek kiállni, és a társai, illetve a zsűri előtt elmondani a verseket, és mi nagyon értékeljük azt, hogy ennyi vállalkozó, kedvű kisgyerek kívánj szavalni, esetleg prózát mondani, mint amennyien a mai versenyre jelentkeztek. Náluk elsősorban azt vesszük figyelemben, hogy mennyire a korosztályukhoz való a vers, amit választanak. Nyilván ebben van nagyon nagy szerepe a tanítónéniknek. Az oklevelek és a tantárgyi dicséretek mellett az esemény legnagyobb elismerése, hogy a házi verseny díjazottjai képviselhetik majd az iskolájukat és korosztályukat a novemberi Íjés napokon.